anyám, ki a lánya ma énnek. Jöjjött tőle, karikára, ha énnek. Karikára, fölteszem a hajamat. Se édesanyám, élem a világon. Felvonulás nélkül idén sem lett volna igazi a balatonfűzfői retro majál is. A városban működő civil szervezetek, nyugdíjas klubok menetéhez baráti társaságok, családok is csatlakoztak. Az események középpontja a városi stadion parkolójában volt. A forró napon népszerű volt a fagylalt, a hidegsör, az édes finomságok és természetesen a lufi. Volt kirakodóvásár és a Líder Egyesület sátránál helyi terméket is lehetett kóstolni. A színpadon pedig művészeti csoportok és egyéni fellépők váltották egymást. Mindenki tudja, hogy Balatonfűzfőn milyen nagy ipari élet volt, és azért úgy gondolt, ami össze is kötötte az embereket, ezért úgy gondolt az Egyesületünk, hogy egy ilyen retro május 1-ével emlékezünk erre az időkre, meg arra, hogy hát ha ismét össze tudunk jönni, egy kicsit összeköti a település és a környezetnek a lakosságát ez a rendezvény. A rendezvény sorozatba idén először vonták be a csillagvizsgáló épületét. Nagyon boldog vagyok, azt kell mondanom, hogy elindultunk a siker útján. A héten az a 4 napos rendezvényünk kifejezetten sikeres volt, 300 főre tagsáljuk azoknak a létszámát, akik itt voltak, akik csak tájékozódni jöttek, vagy körülnézni, egy kicsit érdeklődni, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. A Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a tervek szerint a jövő évben is megrendezi a retro május 1-ét Balatonfűzfőn.